Az európai gazdaság és a világgazdaság ugye elég rendesen megfordul most jelen pillanatban, tehát nagyon sok változás történik, és a mezőgazdaságban alapvetően szükség van valamilyen szintű kilépésre, valamilyen szintű változásra. Én úgy gondolom, hogy a konvencionális takarmánynövényeknek az árnyékában a gyógynövény is lehet egy ilyen felfutó ágazat. Már csak azért is, mert azért egy picit visszatekintünk Magyarországnak a történelmére, a mezőgazdaságiba. Ott a gyógynövény egy igen jelentős termékkör volt, még az 1970-es, 80-as években. Sajnos utána a rendszerváltással azért egy jelentős csökkenés következett be. Tehát itt is vannak tehát csináltam én is egy előadást. Valahol a 80-as évek környékén egy ilyen 35-40 ezer tonna export volt Magyarországnak külföldre. Ez a rendszerváltással durván lefeleződött, és a rendszerváltás óta napjainkig pedig egy ilyen 4000 tonna exportra csökkent. Ez területben is egyébként jelentős csökkenés jelentett. Jelen pillanatban a 23-as LK adatok szerint Magyarországon 22000 hektáron termesztenek gyógynövényt, ami, hogyha megnézzük a közel 4,2 millió hektár szántóterülethez képest, ez 0,5%. Ez a 0,5%, ez a rendszerváltás óta megmaradt, viszont előtte viszonylag jelentős mennyiségben volt Magyarországon gyógynövény, és ez köszönhető annak, hogy nagyon jó minőségű talajokkal rendelkezünk, és nagyon jó klimatikus adottságokkal rendelkezünk a gyógynövénytermeléshez. Úgyhogy míg egyébként a rendszerváltás után a mennyiségre próbáltak fókuszálni a termelők, én azt gondolom, hogy manapság inkább a minőség fele kell eltolni a termelést, mert a felvásárló piac az sokkal inkább a minőséget kezdi el preferálni, és ez az irány, én úgy gondolom, az a lehetőség, vagy az a jövő, amiben Magyarországnak szerintem a Florián Zoltánnak a mondásához képest igenis van egy komoly felfutása a gyógynövénynek Magyarországon, pont azért, mert a kultúrája is megvan, és pont azért, mert most van egy lehetőség arra, mint egy alternatív megoldása a mezőgazdaságban. Hát itt egy pár diával készültem, de szerintem ezeket nyugodtan túlugorhatjuk. Ezek itt nagyjából azt mutatják, hogy tényleg hogy csökkentek az export tevékenység a gyógynövényben. Ugye ami a jövőkép, hogy gyakorlatilag az elmúlt 20 év, 30 év távlatában eltűnt a szakma. Tehát aki űzte ezt, termesztett, termelt, felvásárolt, ezek a csatornák, ezek az emberek, ezek a szaktudás, ez teljesen eltűnt. Azok a feldolgozó piacok, vagy az a feldolgozó egység, ami volt Magyarországon, azok elavultak. Gépügyileg teljesen elavultak. Így gyakorlatilag nincs egy olyan feldolgozó Magyarországon, aki, vagy legalábbis van, de nagyon kevés olyan feldolgozó van, aki modern gépekkel rendelkezik, és így mondjuk egy igazán jó minőséget tud előállítani. Ugye ami nagyon fontos még, ami egy jövőképet adhat egyébként a gyógynövénynek, az a tudatos életmód, mint egy ilyen, most egy nagyon közkedvelt kifejezés. Ugye a tudatos életmódnak a része az is, hogy ugye például a szintetikus gyógyszerek mellett inkább a természetes gyógyászat fele fordulnak az emberek többsége. És egyébként ez egy nagyon jó dolog, mert a gyógyszergyártó cégek is egyre jobban észreveszik ezt, és egyre komolyabb pénzeket fektetnek be a gyógynövény alapú termékeknek a fejlesztésébe és azoknak a készítésébe. Tehát ezek mind megmutatkoznak egyébként a piaci, felvásárlópiaci szektorban. Egyre keresettebb
termékek jönnek elő, tehát nem csak egy-két-három növény, tehát egyre több növényt próbálnak ugye bevonni a gyógyszeriparként, a gyógyhatású készítmények, vagy az olyan gyógyszerek, amiknek természetes alapú készítmények kialakíthatóak. Ugye amik fontosak a változtatásban, tehát amit beszéltünk, hogy a gépeknek a fejlesztése a minőség irányába, ez egy óriási probléma jelen pillanatban, viszont nagyon sok jó gépgyártó van most már külföldön, és ezek a technológiák, ezek lassan elérnek egyébként Magyarországra is, tehát elérhetővé válnak. Ugye mivel nagy beruházás értéke van mondjuk egy váltásnak egy mezőgazdaságból, egy konvencionális kultúrából, ezért ugye arra is figyelemmel kell lenni, hogy valahogy be kell tudni illeszteni a meglévő mezőgazdaságból. Na most a meglévő mezőgazdaságból én azt gondolom, hogy nem lehet úgy kilépni, akár 100 hektáros gazdaságról van szó, akár 1000 hektáros vagy több ezer hektárosról, hogy váltunk 1000 hektárról, amit eddig kukorica, búza, napraforgóból, 1000 hektár gyógynövényre. Tehát ezt egy fokozatossággal kell elérni, és ezt a fokozatosságot ezt bele kell vinni az üzemi technológiában használatos gépeket is ebbe. Tehát nem lehet rögtön egy óriási beruházással indítani egy gyógynövény termelést nagyüzemi szinten. Tehát itt a nagyüzemi szint, már többször említettük, hogy ez egy kis körnek, kis termelőknek, ez nem igaz. Tehát az igazán komoly felvásárlók nem egy-két hektárról fognak keresni gyógynövényeket, hanem több száz vagy több ezer hektárról, vagy akár több tízezer hektárról fognak keresni, és ott nem egy-egy embert fognak megkeresni, hanem gyakorlatilag olyan felvásárló, feldolgozó csatornákat fognak megkeresni, akik összefogják ezeket a termelőket. Tehát itt pont a Zoli is említette a beszédének a legelején, hogy mint VOSZ, egy összefogásra épül, egy olyan szövetkezésre, amivel gyakorlatilag lehet hallatni a hangokat. Tehát egy valódi érdekképviseletet kell, én úgy gondolom, hogy létrehozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyógynövényben is ez lenne a fő cél, hogy egy olyan érdekképviseletet, egy olyan szövetséget, vagy több szövetséget, több egyesületet, több termelő szövetkezetet létrehozni, amik ezeket a csatornákat tudják közvetíteni akár a külföldi, de akár a magyar termelők, vagy felvásárlók irányába. Ugye potenciális gyógynövények, tehát a mi cégünk egyébként két zászlós hajóval foglalkozik, vagy hát a két zászlós hajónk az egyik az a levendula, a másik az édeskömény. Ezeket több mint 10 éve termesztjük, ezekre felvásárlási piacokat építettünk ki, gyakorlatilag szinte 99%-ba külföldön. Viszont vannak egyéb más nagyon komoly kísérleteink és felvásárlási lehetőségek, és ezekbe próbálunk most tovább lépni. Itt ilyenek, mint a francia tárkony, az orvosi zsája, a kakukkfű, a csipkebogyó, ezek mind olyan növények, amik részben egyébként, ahogy már említettem, üzemi technológiába illeszthető, és komoly felvásárlási piac érdeklődik úgymond irántól. Az elsődleges az még mai napig egyébként Nyugat-Európa. A legtöbb gyógynövény gyakorlatilag Magyarországról oda exportálódik. Nagyon kevés marad egyébként Magyarországon magyarországi feldolgozásba és magyar felhasználásba, ami egyébként sajnálatos. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt egy komoly célt kellene kitűzni afelé, hogy amit Magyarországon megtermelünk gyógynövényeket, azt magyarországi cégeknek kellene eladni, azoknak kellene feldolgozni, és azoknak a termékei kellene, hogy Magyarországon megmaradjanak. Ugye itt az előző diákon ott kicsit átugrottam rajta, de Magyarország nagyon komoly importőr is gyógynövénybe, és gyakorlatilag amit mi Nyugat-Európába kiviszünk alapanyagtermékként, azt a terméket visszaimportáljuk már feldolgozva. Ez nagyon sok minden másban is így van, viszont a gyógynövényben ez egy 99%-ban megfigyelhető tendencia, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen egy fő cél, amit mi kitűztünk, itt a Zolival is karöltve, hogy a gyógynövényt egyesületi szinti emeljük, szövetkezeti szinti emeljük, és minél több termelőt becsatornázzunk,
és gyakorlatilag a külföldi piacokat is, meg a hazai piacokat is közösen, nem egyéni emberenként egyesével, hanem egyesületként próbáljuk meg elérni.